Ez a Kapospont, a Kapos Televízió hírműsora. Valós munkahelyi körülmények, korszerű tudás. Ezért szeretik a szakmát tanuló diákok a duális képzést. Egyre több a jól felszerelt tanműhely is. 13 méter magas és nagyjából 30 éves Kaposvár idei karácsonyfája. A lucfenyőt ma megerősített tartóba állították a szakemberek. 60 éves idén az ország első erdészeti szakmunkás képzője. A Balcsi Dráva völgye több nagyszabású rendezvényen ünnepelte a jubileumot. Jó estét kívánok! Nem csak a diákok, hanem a cégek körében is egyre népszerűbb a duális képzés. A kaposvári villamossági gyár évek óta fogad fiatalokat. Ma már a gépipari tanulóin kívül a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kaposvári kampuszának mérnök hallgatóit is várják. A korszerű tudás érdekében a vállalkozás folyamatosan fejleszti tanműhelyeit is. A forrasztást gyakorolják ezek a fiatalok a kaposvári villamossági gyár új tanműhelyében. A diákok azt mondják, itt minden adott, hogy jó szakember váljon belőlük. El szeretnék helyezkedni a szakmában mindenképp. Most a fogyóelektródás húzalt gyakoroljuk, a mozgástechnikát. Többen családi indítatásból választották az adott szakmát. Apukám ugye kovács szakmát tanult, és ugye ő megtanított engem hegeszteni, meg eléggé érdekelt ugye kiskorom óta. Úgyhogy szerintem ez ideális ahhoz, hogy vasokkal foglalkozzak. A megújult hegesztő műhelyben most 6 fiatallal dolgoznak, de a villanyszerelők is a legmodernebb eszközöket használják. Jelenleg 35 szakiskolás és néhány egyetemi hallgató vesz részt a cégnél a duális képzésben. Lakatos tanulók részére, akik az előző évben 6 fővel vettek részt a képzésen, a gyakorlati képzőhely bővítésével ebben az évben további 5 hegesztőipari tanuló alkalmazását és tanítását, képzését vettük át. A fiatalok később akár el is helyezkedhetnek a cégnél, mivel a szakképzett munkaerőre a kaposvári villamossági gyárnak is egyre nagyobb szüksége van. Már meg lehet hosszabbítatni a december 31-én lejáró kaposvárkártyák érvényességét. Ezt idén is a Dorottyaház Turinform irodájában lehet megtenni. Ehhez mindössze magára a plastikkártyára, a lakcímkártyára és a forgalmi engedélyre van szükség. Ez utóbbi a szombati ingyenes parkolás igényléséhez kell. Ezeknek a dokumentumoknak a bemutatásával a családtagok egymás kártyáinak érvényesítését is el tudják intézni. Ma délelőtt megérkezett Kaposvár karácsonyfája a Kossuth térre. A 13 méteres, 30 év körüli lucfenyőt egy kaposújlaki család ajánlotta fel. A megerősített tartóba helyezett fát a következő hetekben díszítik fel. Kaposújlak egyik portájáról vágták ki a szakemberek ezt a fenyőfát, ami az idén a kaposvári Kossuth téren teremti majd meg az ünnepi hangulatot. Megtisztelő, hogy ez az idős fenyőfő Kaposvár főterén fogja lenni, és ünnepélyessé teszi az embereket. Nem mindegy egy fenyőfő életében, hogy kivágják és elégetik, vagy időskorára feldíszítik, és örömet hoz az emberek szívébe. Az évtizedek alatt 13 méteresen 5 lucfenyő délelőtt faragták bele a tartójába, majd körbeállványozzák, utána pedig feldíszítik. Új karácsonyfa talpat kapott ez a karácsonyfa, aminek az átmérője mostantól 30 cm helyett 50 cm, és a Kossuth tér alatt található több tonnás betonalapba is 60 cm helyett immáron 1 méter mélységben kapaszkodik bele ez a karácsonyfa talp. Így a rögzítésében abszolút megtettünk mindent annak érdekében, hogy ne csak gyönyörű, hanem nagyon-nagyon biztonságos is legyen. A drasztikusan megemelkedett energiaköltségek miatt ugyanakkor idén a nappali órákban nem lesz kivilágítva a város karácsonyfája, csupán a sötétedéstől az éjszakai órákig. Az első fények november 27-én, advent első vasárnapján gyúlnak majd fel. Szombaton délelőtt katonai tiszteletadás mellett levonták a nemzeti lobogót a Kossuth téren. Ezzel hivatalosan is véget ért az 1956-os forradalom és szabadságharc megemlékezéseinek kaposvári programsorozata. Egy nappal korábban pedig a Berzsenyi Parkban a Szabadság Angyala szobornál szerveztek csendes gyertyagyújtást az emlékező városlakók számára. A főhajtáson döntéshozók, cégvezetők és a fegyveres testületek képviselői is részt vettek.
A többi között a szövés, a fónás, a horgolás és a hímzés rejtelmeibe is bepillanthatnak az érdeklődők a múzeumok őszi fesztiválján Szennán. A skanzenben ugyanis két hetente kézműves programokra várják az érdeklődőket. Ennek a régi fonók hangulatát megidéző sorozatnak a célja a népi mesterségek megismertetése és a közösségépítés. A zselici szabadtéri gyűjtemény következő nagy programja a Márton nap lesz november 12-én, vagyis most szombaton. Kaposváron nyert a címvédő Ferencváros. A KVK pólósai egy fél időn át jól tartották magukat a válogatottakkal felálló Fradi ellen. Nem sokára jövünk a részletekkel. Történelmi kiállítással és évfolyam találkozóval ünnepelte alapításának 60. évfordulóját a közelmúltban a Barcsi Dráva Völgye Technikum és Gimnázium. Az országban elsőként ebben az intézményben indult el az erdészeti szakmunkás oktatás, amely a mai napig komoly hagyományokkal bír a térségben. Az erdészképzés bölcsője. Ezzel az elismerő címmel tüntette ki 60 évvel ezelőtt az Országos Erdészeti Felügyelőség akkori vezetője, dr. Balassa Gyula középrigócot. Az ő kezdeményezésére átépítették a Széchenyi kastélyt, és az országban elsőként létrejött az ifjúsági erdőgazdasági szakmunkásképző. Ezzel párhuzamosan Barcson elindult a gimnáziumi oktatás, majd a vízügyi képzés. 1978-ban aztán összevonták a két intézményt, ám ahogy az iskola történeti kiállítás is beszámol róla, fennállása alatt számtalanszor megújulva, de értékeit mindig gazdagítva fejlődött tovább az iskola. Változtak a képzések, mindig az aktuális igényeknek, a változásoknak, gazdasági társadalmi változásoknak megfelelően. A gimnázium közben megszűnt, aztán kicsit később 6-osztályos gimnázium formában tért vissza. A mai kor igényeinek megfelelően ma már informatikusokat képzünk, turisztikai technikusokat, az ügyvitel területén is vannak osztályaink, illetve az idei évben kozmetikus képzést is indítottunk. Tehát változik, formálódik mindig, színesedik is néha, és igen, állandóan ugye az adott lehetőségeknek és az igényeknek megfelelően. A jubileum alkalmából nemrég egy nagyszabású osztálytalálkozót is tartottak, amelyen több mint 1000 hajdani diák és dolgozó vett részt. Van, aki egykoron vízgazdálkodó tanulóként koptatta a padokat, majd tanárként tért vissza, és immár 30 éve testnevelőként dolgozik. Ez az iskola kitartást, küzdést adott, végigkísérte az életemet a sport. Itt meg kell említeni a testnevelő tanáraimat, Kovács Istvánt és Kovács Istvánnét, akik igazából végigkísérték a szakmai pályafutásomat is, és mindig nagy sportélet volt itt. Jelenleg is azt gondolom, hogy a sportéletünk az nagyon-nagyon jó a lehetőségekhez mérten. Régen egy kis tornatermünk volt, most van egy gyönyörű sportcsarnokunk, a közelünkben van egy rekreációs központ, ahol az úszással tudunk foglalkozni. Tehát azt is mondhatnám, hogy ideális feltételek között tudom végezni a munkámat, illetve az idejáró diákok, akik a sport iránt elkötelezettek, ideális körülmények közé kerülnek. A Barcsi intézményben idén 450 diák kezdte meg a tanévet. Összesen 19 milliárd forintot osz szét az Agrártárca a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának megőrzésére, jelentette be a napokban a mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár. Ferdman Zsolt elmondta, a program célja, hogy fenntartsa az állományait ezeknek az alacsony létszámú fajtáknak, lehetőleg a természetes helyükön, a hagyományos tartási és takarmányozási körülményei között. Első körben 1720 gazdálkodó kapott támogatói okiratot, amely 3 évre szól. Az ország minden pontjáról érkeztek kirándulók a hétvégi zselici gyalogtúrára. A Zöld Pont Életmód Klub szervezésében csaknem 200-an vágtak neki a domboknak. Nevezni több távol lehetett, voltak, akik 36 kilométert gyalogoltak. És akkor itt felmegyünk ezen a honhon, elmegyünk a négy testvérforráshoz, átmegyünk majd a Vackortanyára. Indulás előtt még a térképet nézegette és az útvonalat tervezgette ez a baráti társaság. Azt mondták, szeretnek kirándulni és a természetben lenni.
Nagyon szeretek túrázni, körülbelül havonta egy-két alkalommal veszek részt túrákon, néha túraversenyeken is, az én évente ritkábban. Általában teljesítmény túrákat részesítem előnyben. Itt nagyon jó a társaság, mindig szép új helyeket lát az ember, és egy jó edzés is. Friss levegőm van, testnek is, léleknek is tökéletes. A teljesítmény túrára fiatalok is érkeztek. Négyen beszéltük meg, hogy jövünk a túrára, a 20 kilométeres távot választottuk. Azt hiszem az a középtáv, van egy rövidebb, meg egy hosszabb is. Hát egyébként már régen nem túráztunk együtt, így próbáljuk emlékezetessé tenni. A Zselici gyalogtúra a Zöld Pont Életmód Klub hagyományos őszi rendezvénye, amelyekben a kartográfia kupa utolsó előtti kihívása is volt. Ez egy versenysorozat Magyarországon, teljesítménytúra a versenysorozat, utolsó előtti forduló vagyunk, ezért az ország minden részéből, tehát Kecskemétről, Budapestről nagyon sokan jöttek. Hát előtt 150-en neveztek előre, sajnos a rossz idő az kicsit visszavett a kedvből, de talán 100-an leszünk a túrán. Négy távot indítunk, a 36 kilométeres az egészen a Csillagparkig elmegy. A szervezők ezek mellett egy 28 kilométeres, egy 19 kilométeres és egy 12 kilométeres túrát is indítottak. A tapasztalatok szerint a koronavírus járvány óta egyre többen, egyre több időt töltenek a szabadban. A természetjárás Somogyban is egyre népszerűbb. Megyénkben több száz kilométernyi kiépített turistaút várja a kirándulókat. A természetközeli mozgásról, mint az életminőség javításának és az egészség megőrzésének meghatározó eleméről beszélt néhány nappal ezelőtt az Aktív Magyarországért felelős államtitkár is. Révész Máriusz egy friss felmérésből idézett, mely szerint Magyarországon a lakosság háromnegyede saját bevallása szerint szabadidejében egyáltalán nem, vagy csak ritkán mozog. Pedig a hazai halálozások közel egy tizedéért a mozgásszegény életmód a felelős. Az erdőjárás feltételei pedig évről évre javulnak. 2010 óta több mint 100 kilátó épült, illetve újult meg az országban, miközben folyamatosan bővül a kerékpárutak és a turistaházak hálózata is. Hírműsorunk végén sport. A válogatott kiválóságokkal teletűzelt Ferencvárost fogadta pénteken a kaposvári vízilabdaklub OB1-es csapata. A KVK egy fél időn át jól tartotta magát a címvédő ellen, a végére azonban magabiztos győzelmet könyvelhettek el a fővárosiak. Két veretlen együttes feszült egymásnak a Csík-Ferenc versenyúszodában pénteken este az OB1-es vízilabda bajnokság negyedik fordulójában. Az első negyedet alaposan megtolta a címvédő Ferencváros, de a KVK 1-4 után megrázta magát és felzárkózott egy találatra. A második félidő elején még volt esélye az egyenlítésre a hazaiaknak, de ezt követően beindult a Fradi. A harmadik felvonást 7-0-ra nyerték a fővárosiak, akik ezzel gyakorlatilag el is döntötték a mérkőzést. A záró játék részben már csendben csordogált a meccs. Surányi László tanítványai mindent megtettek, hogy közelebb férkőzzenek ellenfelükhöz, de a vendégek magabiztosan őrizték előnyüket. A vége 16-6-os ferencvárosi siker lett. Szeretnék gratulálni a Kaposvárnak, mert tényleg jól játszottak az első két negyedben. Fáradtabban, illetve ugye ezzel a típusú M-zónával megakadtunk, hogy megvártuk, hogy vissza tudjon lépni a Kaposvár az M-zónára, és akkor kezdtünk el reagálni. És igazából ennek a kulcsa az, hogy előbb kell reagálni, sokkal nem akkor, amikor már fölállt védekezés van. Ezen tudtunk úgy változtatni. A hazaiak mestere annak kifejezetten örült, hogy a jelenlegi szövetségi kapitány ellen meccselhettek. A harmadik negyedben bekapott 7 gólnak viszont már kevésbé. Az elején tényleg sikerült megvalósítani, amit elképzeltünk. Fél ideig voltunk mérkőzésbe, onnétról a Ferencváros átrohant rajtunk. Gratulálok nekik, mert tényleg megmutatták, hogy mit is tudnak és milyen csapatot képviselnek. Nekem személy szerint megtiszteltetés volt, hogy a szövetségi kapitány úr ellen tudok mérkőzést vezényelni és ilyen keret ellen játszani. Annyira elfáradtunk, azt láttam a játékosokon, hogy a harmadik negyedtől már nem nagyon tudtuk, hogy ki merre, kivel. Ez egy teljesen más kávéház. A somogyiak ugyanakkor tisztában vannak vele, hogy miben kell fejlődniük a folytatásban. Sajnos az eddigi mérkőzésünkre is jellemző volt, hogy volt egy periódus, amikor rövid zárlat volt nálunk, de
pozitív vagyok a jövővel kapcsolatban, mert tényleg mindent megteszünk, hogy ez a rövid zárat ne legyen, és a szezon hátralévő részében a most első két negyedben látott játékot tudjuk nyújtani egész mérkőzés során. A KVK legközelebb szerdán száll medencébe. Akkor a Szolnokot fogadják majd a kaposvári pólósok a Magyar Kupában 19:30-tól. Sorozatban harmadik hazai meccsén sem tudott nyerni a kaposvári Rákóczi FC. Az NB3-as labdarúgó bajnokság 16. fordulójában Horváth Rudolf fiai a harmadik kerület gárdáját fogadták. A vendégek pedig Barczi Dávid első félidőben esett szerencsés találatával mindhárom bajnoki pontot elvitték a megyeszékhelyről. A tabellán továbbra is 8. helyen álló zöldfehérek a következő fordulóban a Puskás Akadémia második számú együtteséhez látogatnak. Főbb híreink még egyszer röviden. Valós munkai körülmények, korszerű tudás, ezért szeretik a szakmát tanuló diákok a duális képzést, egyre több a jól felszerelt tanműhely is. 13 méter magas és nagyjából 30 éves Kaposvár idei karácsonyfája, a lucfenyőt ma megerősített tartóba állították a szakemberek. 60 éves idén az ország első erdészeti szakmunkás képzője, a Balcsi Dráva völgye több nagyszabású rendezvényel ünnepelte a jubileumot. Már több mint 130 ezer autó jár új rendszámmal Magyarországon. További részletek internetes oldalunkon a kapos.hu-n. 7:30-kor új adással jelentkezik Kapos Sport magazinunk, 9:00-tól pedig a tegnapi Kaposvári Rákóczi FC harmadik kerületi tévé labdarúgó mérkőzés nézhetik meg felvételről. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A Kapos Pont után már is jön az időjárás jelentés. Egyre szárazabb levegő érkezik fölénk, de jelentős enyhülésre egyelőre nem számíthatunk. Holnap napközben a ködös, felhős és a napos tájak váltakoznak, csapadék nem várható. A hajnali órákra 4-6 fokig hűl a levegő, többfelé képződik köd. A nappali hőmérsékletek 13-15 fok körül alakulnak, de a tartósan borult tájakon nem lesz melegebb 10 foknál. Szerdán a gyakran erősen felhőség mellett kevés napsütésre is számítani lehet. Kora reggel 4-6 fokot, délután 14-16 fokot mérhetünk. Aztán a hét második felében újabb gyenge hidegfront éri el térségünket, így ismét változékonyabbra fordul az idő. A hétvégén átmenetileg több fokkal is visszaeshet a hőmérséklet, és főleg szombaton eső, zápor is előfordulhat. Az időjárás jelentés támogatója a Bold Ingatlan, az ingatlanok szakértője. Ha ingatlant keres vagy kínál, keresse a Bold Ingatlan profi csapatát.